Diana Soșoacă pártja, az SOS Románia is bekerülne a parlamentbe, ha most tartanák a választásokat, derül ki a Kursz közvéleménykutató intézet legfrissebb felméréséből. A másik szélsőségesen nacionalista párt, az AUR, valamelyest veszített a népszerűségéből. A kirohanásairól és botrányos viselkedéséről elhíresült Diana Soșoacă pártja, az SOS Románia is eléri már a parlamentbe való bejutási küszöböt. A Kursz szeptember közepén készített közvéleménykutatása azt mutatja, hogy az SOS Románia az AUR népszerűsége kárára javított korábbi eredményén. A szavazati joggal rendelkező polgárok körében továbbra is a szociáldemokrata párt élvezi a legnagyobb bizalmat. Ha most kerülne sor a parlamenti választásokra, a PSD a voksok 31%-át gyűjteni be. A Nemzeti Liberális Párt a második a rangsorban 19%-kal, és nagyon közel a PNL-hez, a dobogó harmadik fokára a szélsőségesen nacionalista AUR állna fel 18%-kal. A Mencsitek meg Romániát Szövetség 11%-ot szerezne, míg a botrányhős Diana Soșoacă SOS Romániája is elérni az 5%-ot, ami azt jelenti, hogy parlamenti képviselethez jutna. A Kursz felmérése szerint az RMDSZ-nek 4%-os a támogatottsága. A közvéleménykutatás szeptember 12-e és 22-e között készült 1008 személy megkérdezésével, hiba határa 3,1%.